Van egy mondás, amely szerint az alma íze nem az almában, nem a szájban, hanem a találkozásban van. És ebben a találkozásban te vagy benne, az ízét te érzed. Én láthatom, hogy eszel, mesélhetsz róla, hogy milyen, de az élmény, az ízélmény a tied. Ezért nem szabad kerek-perec tanácsot adnom, vagy konkrét receptet ilyen-olyan szituációkra. Arról nem is beszélve, nem kérik a segítséget, a tanácsod, a véleményed, akkor ne ajánlass kéretlenül, ne tukmáld rá a másikra. Ne avatkozz bele, ne kontárkodj bele a másik főztjébe, nem a te fazakat. Én akkor is, ha te vagy a legjobb barátnőm, és ismerlek, mint a tenyeremet, téged is és a körülményeket, és a legtöbb, amit érted tehetek, hogy meghallgatlak és megpróbálok megérteni. És ez nem is olyan kis segítség, mert ameddig belül csak kavarognak a gondolatok és az érzések, addig az elég keszekusz, a kaotikus és átláthatatlan. De hogyha elmondod, kimondod szavak formájába, vagy akár leírod egy papírra, akkor rendeződnek és átláthatóvá válnak ezek a gondolatok és érzések, és lehet, hogy már hozzád is magukkal a jó döntést. Minden helyzet és minden ember annyira egyedi, hogy a te dolgodban csak te saját magad tudsz jó döntést hozni. És mire eljön egy döntés ideje, kapod az iránymutatást fentről, csak venni kell a jeleket. Ezért kár raktára aggódni előre feleslegesen. A döntést mindig az aktuális érzéseid és a pillanatnyi tudásod szerint hozod meg az adott körülményeknek megfelelően, ezért kár ostoroznod magad azzal, hogy tegnap nem jól döntöttél. A legjobb döntést hoztad az akkori tehetséged, önismereted, tudásod és lehetőségeid szerint. Kedden már nem az vagy, aki hétfőn voltál, de az akkori állapotodnak és tudásodnak a legjobb döntését hoztad meg minden helyzetben.